Itt épp bemelegít egy csapatnyi fiatal az erőfelmérőre, akik izgatottan várják a megmérettetést. A tavalyi évben 6 kajakkenu régióra osztották az országot. A dél-dunántúli terület működését, képzését, versenysportját a Kammerer Zoltán regionális akadémia fogja össze. Szervezésükben 11 egyesület, több mint 200 sportolója vett részt a Paksi Rákóczi Ferenc általános iskola tornacsarnokában rendezett regionális téli fizikai erőfelmérő versenyen, mégpedig a 8-tól 14 éves korosztály. Pakson kerül megrendezésre most már sokadik alkalommal a Heraklész fizikai felmérő bajnokság, ami regionális szinten a 6 akadémia területén külön-külön megrendezésre kerül. Ugye mi nálunk már szokásosan ez Paks. A téli felkészülésnek szerves része ugye ez a felmérő verseny. Van egy őszi forduló, ami nálunk 2021-ben decemberre tolódott el, és lényegében azt hivatott ez a versenysorozat megvizsgálni, hogy a gyerekek a téli felkészülés során az alapozó edzések terén hogyan fejlődnek. Felmérő versenynek több tétje is van, ez tulajdonképpen a téli időszaknak az országos bajnoksága regionális szintre szedve, és a szakmai felépítés a Kajakkenu Szövetségnél ennek a korosztálynak, ez a gyermekkölyök esetében úgynevezett minőségi létszámok eléréséről szól. Az egyesületek vannak ezáltal minősítve, egyesületek, illetőleg a sportolók. Ugye minden egyes korosztálynak meg van határozva a különböző felmérés nemekben, hogy milyen szintet kell elérni ahhoz, hogy az úgynevezett aranyjelzést elérje. Ugye ez az aranyjelzés jelenti a minőségi létszámot. Na ez természetesen nem csak a Heraklész fizikai felmérő bajnokságon kell, hogy a gyerekek részt vegyenek, hanem a további, főként vízi eseményeken. Így majd következik tavasszal a kölyök korosztálynak a vízi felmérő versenye, illetőleg hát jönnek a regionális versenyek és a különböző országos megmérettetések. Fáj, mi? Nem baj, az a jó. A szabadban kúpertesztet kellett futni a fiataloknak, azaz 12 perc alatt minél jobb eredményt elérni. Összesen 4 próbát kellett kiállni a gyerekeknek. Van egy húzózkodás, kisebbeknek ugye tartania kell magukat, van lábemelés, illetve netfit has a kisebbeknek, fekvőtámasz, illetve plank a kisebbeknek, illetve van futás. A gyerekek várják ezt a kis megmérettetést, hiszen tényleg családias, főleg most, hogy a pandémia nem engedi azt, hogy szülők bejöjjenek, így nagyon szabadnak érzik magukat. A kajakkenus alapozásnak az egyik alapvető része az úszás. Hetente 2-szer úszunk, van futás és van erősítés, illetve tornatermi feladatok, ahol ügyességi gyakorlatokat csinálnak a gyerekek. Én gyakran szeretem kicsit megtörni a monotonitást, mert ez tud monoton lenni, egy-egy jégkorcsolyával, vagy esetleg valami mással is. A gyerekek minél több sportágban jeleskednek, annál sokoldalúbbak lesznek. A legkisebbeknél a részvételt díjazták, míg a nagyobbaknál az első 6 helyezett kapott érmet. A fiatalok nyakába Kammerer Zoltán 3-szoros olimpiai és 3-szoros világbajnok kajakozó akasztotta az érmeket. A